Győzött a pénz a haza szeretet felett. Ezt mondta a Jobbik Magyarországért mozgalom regionális igazgatója. Zakó László hozzátette, pártja alaptörvény módosítást nyújtott be, amelyet elutasított az Országgyűlés Igazságügyi Bizottsága. Nemmel szavazott Víg László, a Fidesz zalai országgyűlési képviselője is. A Jobbik úgy gondolta, hogy a Orbán Viktor féle eredeti javaslatot egy az egyben benyújtja, azzal a kiegészítéssel, hogy hát letelepedni ellenszolgáltatás fejében sem lehessen. Ezt a javaslatot az Igazságügyi Bizottság, mint kijelölt szakbizottság 8-3 arányban elutasította, szakmai érvek nélkül. Közte zalai országgyűlési képviselő is volt, aki úgy gondolta, hogy jöhet Magyarországra a gazdag migráns.